Ez a mese tulajdonképpen egy krónikásnak a története. Én nem voltam más tulajdonképpen az elmúlt 45 évben, míg én a rádiónál dolgoztam, mint megpróbáltam krónikása lenni annak, ami Magyarországon történik, hiszen én közvetítettem a magyarországi eseményeket a szerkesztőségnek és azon keresztül, hát akiket mi eljöttünk nyugatnak. Tehát én annyiban voltam szereplő, és annyiban voltam sikeres vagy sikertelen, hogy mennyire tudtam ezt a krónikás szerepet betölteni. Sokszor állíthatom, hogy legtöbbször igen, sokszor talán nem úgy, ahogy kellett volna, de mindegy. Amikor mi elkezdtük a Szabad Európa Rádiónál a munkánkat, egy nagyon nehéz világpolitikai helyzet volt, és Magyarországnak a helyzete is egy nagyon nehéz helyzetben volt. Úgy tűnt, hogy ez teljesen be van betonozva egy Moszkva irányítottabb tömbbe, és mi Münchenből megpróbáltuk lukat vágni ezen a falon, hogy az információkkal szolgáljuk. Fogalmunk sem volt, és nekem sem volt arról fogalmam, hogy ez a munka eredményes lehet egyáltalán, hogy az emberek hajlamosak-e minket hallgatni. De hát ez egy feladat volt, és a második világháború tapasztalatai alapján úgy éreztem én, amikor azt láttam a második világháború, hogy olyan egy nagyon híres kultúrnép, a német, egyöntetően kívánja, hogy mi akarjuk a totális háborút, ez a totális propagandának a hatására, amikor nem volt ellen, nem volt, aki azt mondja, hogy állj meg, vigyázz be, hanem ők csak egy mondót hallottak, a propagandát. És attól féltünk, hogy a Magyarország és az egész kommunista blokk hasonló totális propaganda nyomás alá kerül, tehát az emberek nem hallanak mást, és hogyha egy 60 szó, hogy hallom, hogy a feketeből az nem fekete, az fehér, a végén már elhiszem. És én azzal a hittel kezdtem a munkát a rádiónál, hogy a rádió talán segít abban, hogy ezt a totális szellemi elnyomást áttörjük.